Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jöjjetek, akiket megáldott az Atya, mondja az Úr, szükséget szenvedtem, és gondot viseltetek rám. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel tettetek, nekem tettétek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai napon az Anya Szent Egyház Lelisszi Szent Kamirra emlékezik, aki megkülönböztetett figyelemmel fordult a nagyon súlyos betegek felé. Tehát ez a mai nap az ápolók, betegek és a haldoklóknak az emléknapja, az ő személyéhez kötődően. Egészen súlyos betegeket ápolt, sőt ilyen kongregációt, rendet hozott létre. Tehát megtapasztalta, hogy mit jelent az, amikor valaki beteg, kiszolgáltatott és szeretetet kap. Aki adja a szeretetet, az megtapasztalja, hogy milyen öröm adni szeretetet, és a segített embernek, a megsegített embernek a szeretet, hogy visszasugárzik rá. Bele sejthetünk abba, amit Jézus tanította a szeretetről. Akkor az ember önmagát adja, és aztán másik szeretetében visszakapja önmagát. Isten szeretete felragyó két ember kapcsolatában. Egy gyógyító és egy gyógyított ember kapcsolatában. A szentmisét több szándékra ajánljuk föl elsősorban egy családnak, török családnak az élő elhunyt tagjaiért, de ugyanakkor, mivel Lelisszi Szent Kamirra emlékezünk, ezt a szentmisét felajánljuk betegeinkért is, rászorultakért is, és azokért is, akik őket gyógyítják. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Hagyok elég időt magamnak arra, hogy belehelyezkedjek egy sebzett ember lelkébe, akár testi, akár lelki sebektől szenved. Túlteszem-e magam azokon a belső gátakon, amelyek kezdetben esetleg visszatartanak abban, hogy segítsek, meghaladja az erőmet. Rá tudom-e bízni magam Isten kegyelmére, Isten erejére? Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmez, Uram irgalmaz, könyörögjünk. Istenünk, te lelészi Szent Kamil áldozó papot felékesítetted a betegek iránti különleges szeretet erényével. Érdemeiért árazd reánk szereteted lelkét, hogy testvéreinkben téged szolgáljunk, és bizalommal léphessünk eléd halálunk óráján. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás proféta könyvéből. A proféta így dicsőíti az igazságosságot. Az igazaknak ösvénye egyenes, Uram, az igaznak útját te egyengeted. Ítéleteid idején is benned reménykedünk, Uram, nevedre és emlékezetedre vágyódott a lelkünk. Lelkem utánad vágyódik éjszaka, és bensőmben a lelkem téged keres. Mert ha ítéleteid megvalósulnak a földön, igazságot tanulnak a földkerekség lakói. Uram, te adsz nekünk békességet, hiszen minden a te műved, ami velünk történt. Uram, a szorongattatásban téged keresünk, imád suttogunk, amikor fenyítettél minket. Amint a gyermekét váró asszony, úgy közel, aki közel van a szüléshez, vajúdik és kiált fájdalmában, olyanok voltunk mi színed előtt, Uram. Fogantunk, vajúdtunk, de csak szelet szültünk. Szabadulást nem szereztünk az országnak, és nem születtek lakói a földnek. Élettekelnek majd halottaid, Uram, holttestük feltámad. Ébredjetek és újjongjatok, akik a porban nyugosztok, mert a világosság harmata a te harmatod, és a föld visszaadja halottait. Ez az Isten igéje. Zsoltár válaszunk. Urunk Istenünk, letekintett a mennyből a földre. Urunk Istenünk, letekintett a mennyből a földre. Te, Uram, örökké megmaradsz, emléked is él nemzedékről nemzedékre. Kelj fel és könyörülj meg Sionon, mert eljött az idő, hogy rajta megkönyörülj. Még köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a romjain is szánakoznak. Urunk Istenünk, letekintett a mennyből a földre. A te nevedet, Uram, a nemzetek majd félve tisztelik, és a föld minden királya vallja dicsőséged, mert az Úr felépíti Sion városát, és megjelenik dicsőségében. Meghallgatja a szegények imáját, nem veti meg kérésüket. Urunk Istenünk, letekintett a mennyből a földre. Az eljövendő nemzedékeknek írják le mindezt, a születendő nép is az Urat magasztalja. Fölséges szentélyéből Isten letekint, az Úr a mennyből a földünkre rátekintett, hogy meghallja a rabok sóhaját, és a halálfiait megmentse fogságukból. Urunk, Istenünk, letekintett a mennyből a földre. Alleluja! Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket, mondja a mi Urunk. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatomra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. És nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai evangélium is olyan, hogy gondolkoztatásra, vagy gondolkodásra késztet minket. Az első hallásra úgy tűnik, valaki olvassa ezt a szentírási szakaszt, mint Jézus
azokról beszélne, akik úgy fizikai terheket hordoznak. És azt mondja, jöjjetek hozzám, minnyájnak fáradtak vagytok, és teher alatt görnyedtek, és én felütilek titeket. Hát ez a teher lehet, gondoljuk, ez lehet tehát fizikai teher, betegség, lehet valami olyan elrontott emberi kapcsolat, amit helyre kell hozni ahhoz, hogy az embernek a lelke, hogy megnyugodjon. De ha a szöveget tovább olvassuk, akkor észrevehetjük azt, hogy itt nem egyszerűen csak ilyen teherről lehet szó. Mert Jézus így folytatja, hogy vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. És utána beszél egy igáról, és azt mondja, hogy az én igám édes, az én terhem könnyű. Akkor mi itt a teher, mi itt az iga? Kérdezhetné az ember. És ezért nagyon fontos az, hogy a Szentírás tudósok magyarázatát is halljuk, és valószínű, azt mondják, hogy Jézus azokról beszél, akik a törvénynek az igája alatt szenvednek, rosszul értelmezik valamiféleképpen az ószövetségi törvényt, és ettől szenvednek. Tehát nem ismerik fel azt, hogy a törvény mögött Istennek a szeretete van, hogy magukra veszik a törvényt, anélkül, hogy fölismernék azt, hogy a törvény Istennek az ajándéka. És a törvény megtartásához erőt, kegyelmet is ad. És így válik érthetővé, hogy mi az iga. Az iga az a szeretetnek a törvénye, amit Jézus ránk tesz. Ami sokkal nehezebb, mint a bármelyik törvény, de mégis édes, mert megadja hozzá az erőt, megadja hozzá a kegyelmet, hogy megvalósítsuk, hogy teljesítsük. És bár a hétköznapi evangéliumot olvastam fel, ez teljesen egybecseng Lelisszit Szent Kamilnak az életével, tapasztalatával. Ő hát egy ilyen kalandos életet élt, sok mindennel próbálkozott, és többek között úgy betegápolással is. Háborúk voltak, és úgy gondolta, édesapja katona volt ő is, hogy katonáskodik, aztán látta sok sebesültet, és megpróbált így segíteni a betegeknek. De ezt valahogy a kezdeti időben egy olyan tehernek fogta föl. És miután ő is betegé vált, mert volt egy olyan sebe, ami nem gyógyult meg. Hordozta állandóan ezt a terhet. És megtapasztalta azt, hogy mit jelent egy igazán rászorulnak, sőt egy haldoklónak segítséget adni. Hogy milyen személyes kapcsolat alakulhat ki a gondozó és a gondozott között. Megtapasztalta azt a szeretetet, amire vágyik egy beteg. Tehát egy igazán beteg ember, egy testileg, lelkileg beteg ember nem csak arra vágyik, hogy gondoskodjon, hanem elementáris erővel tör föl belőle az a szeretet igény, ami az Isten képviségünkből fakad. És ezt tapasztalta meg. És azt is megtapasztalta, hogy az ember megpróbálja megadni ezt a szeretetet. Persze átérezze emberi korlátait, de adja a szeretetet, akkor a szeretetnek valami olyan mélységet tárul föl, ami emberi kapcsolatokban nem nagyon érzékelhető, tapasztalható. Megjelenik Istennek a szeretete. Ha én valakihez úgy fordulok, hogy segíteni akarok, és nem a saját bölcsességemmel teszem ezt, hanem Isten kegyelmét közvetítem, akkor azt is megtapasztalom, egyrészt ezt a kegyelmet az Isten megadja, másrészt pedig azt is látom, hogy milyen örömet jelent a másik, a beteg ember számára, ezt elfogadhatja. És az ő viszont szeretetében valami olyan plusz jelenik meg, amit emberi kapcsolatokban nem nagyon tapasztalunk. Még egy családi kapcsolatban sem. Tehát az Isten kegyelmét közvetítő orvos vagy ápoló és a beteg között valami olyan kapcsolat jön létre, a szeretetnek valami olyan megtapasztalására lehetőséget, ami egészen különleges, és ezt érezte őt meg. Ezt és ezért hozott létre, tehát egy kongregációt, egy szerzetes rendet, ami kifejezetten betegek, sőt haldoklók megsegítésére szolgált. De abban az időben az egyház nehéz időket élt át, ugye Rómában járványok voltak, háborúk voltak, és ő fölismerte, hogy neki ez a feladat a küldetése. Hosszú idő után először is a betegeket ő kívülről nézte. És
egyre közelebb került hozzájuk, és rádöbbent arra, hogy mit jelent betegek felé Isten szeretetét közvetíteni. És ezért, tehát az ápolóknak, vagy az orvosoknak az egyik, meg a betegeknek az egyik védőszentjévé vált. Emléknap, és ebben a szentmisében kérjük azoknak a segítségét is, akik ezt végzik, és akik túllépve emberi korlátaikon is megpróbálják közvetíteni Isten szeretetét. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki test és lelki adományaival elhalmoz minket. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat. Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat. Mennyei Atyánk, ezt a szentmisét több szándékra is felajánljuk, elsősorban egy családnak, török családnak, az élő és elhunyt tagjaiért, hogy jobban ismerjék fel a te szeretetedet, és ezt közvetítsék egymás felé. Hallgass meg, Urunk! Mennyei Atyánk, ezt a szentmisét felajánljuk azokért, akik az életüket a betegek gyógyítására szentelték, mai evangélium szellemében, tanítása szerint ismerjék fel egyre jobban, mit jelent az, hogy valaki a te szeretetedet közvetíti, és hogy tapasztalják meg a betegek viszont szeretetében az, hogy mit jelent szeretetet adni és szeretetet elfogadni. A te szeretetedet hallgass meg, Urunk! Jóságos mennyei Atyánk, hittel valljuk, örök szeretetteddel te irányítod emberi sorsunkat, add, hogy életünk minden napján hűségesnek szolgáljunk téged, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor és a víz titka által részesünk annak istenségében, akik egyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort, felajánljuk néked, mint a szőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Mosd, Uram, bűneimet, vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Fogadd el néped adományait, Istenünk, és add meg nekünk, hogy mi fiad végtelen szeretetének áldozatát megjelenítjük, szentjeid példája nyomán megerősödjünk az ő szeretetében,
és ebben a lebaráti szeretetben Krisztussal, mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, ki szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázod bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számukra, és egy családba tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervatatatlan korszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus a mi Urunk által. És ezért, miként az angyalok és főangyalok a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk: szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kivált kép most, midőn Szent Fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket. Magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet a kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Jó, ugyanis a kínszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által a Szent Fiad átment az új életbe, és föltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei Atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk Szent Fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőnk mindnyájunknak, aki Fiadnak testét és vérét magunkhoz vesszük, hogy hitben és szeretetben egyek legyünk egymással, egységben Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel. Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd, vagy ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. Adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük szegény vagy elnyomott testvéreinket. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Mennyei Atyánk, irgalmas testvéreinknek, aki Krisztus békében hunytak el, elsősorban török család elhunyt hozzátartozóira gondolunk, és légy irgalmas minden megholthoz, kinek hitét csak te ismered. Támaszd fel őket a végső napon.
ha pedig majd a mi útunk véget ér, vigy fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség várjánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarvas boldogasszonyjal, az apostolokkal és a vértanúkkal, a mai nap szentjével, Lelészi Szent Kamillal, és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa. Ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélek egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten bárhánya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten bárhánya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten bárhánya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Ima az Isten bárhánya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten bárhánya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szél lelkem. Azokkal együtt, elsősorban a betegekkel együtt, akik távolabbról kapcsolódnak bele a Szent Liturgiába, mondjuk el a lelki áldozás imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
arról tudják meg majd rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, mondja az Úr. Könyörögjünk. Istenünk, add, hogy a szent áldozatban megújulva kövessük Lelisz és Szent Kamil példáját, aki téged fáradhatatlan buzgossággal tisztelt, és népednek kifogyhatatlan szeretettel viselte gondját Krisztus a mi Urunk által. Belső, külső küzdelmeinket meg tudjuk vívni, itt kérjük Szent Mihály Arkangyal segítségét. Szent Mihály Arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.